Sziasztok, itt Spiller! És Jay-Z! És hát itt vagyunk újra, és hát következő alanyunk nem más, mint az új Godzilla film. Hát megmondom őszintén, én nem láttam ezt a filmet, úgyhogy én ma csak másodheged is leszek, úgyhogy át is adom a szót Jay-Z-nek, és akkor Jay-Z, milyen volt a film, tetszett? Hát én most nagyon szívem szerint lecsesznélek téged, hogy nem láttad a filmet, de nem teszem, mert a film a szar volt. Hova? Úgyhogy nem maradtál le sok mindenről, de ha nagyon unatkozol, azt mondom neked, hogy egyszer azért tekítsd meg mindenképpen, főleg, hogyha láttad a régebbi Godzilla filmeket. Láttam, igen. Én az alapján úgy gondoltam, hogy ez is jó lesz, de hát akkor nem. Nem. Ugye sokan azt hiszik, hogy ez az 1998-as Godzilla filmnek a ribotja, vagy esetleg folytatása, de nem. Semmi köze ahhoz, hát, mint kiderült. Köszönjük, én is azt hittem, de akkor nem erről. Nem. Félrevezettek minket, és tényleg nekem is logikusnak tűnt, hogy a 98-as filmhez van valami köze, de abszolút nem. Hiszen 64-ben, 74-ben, illetve 89-ben is voltak Godzilla filmek, és ott valamelyik japán feldolgozásnak volt ez a ribotja, vagy folytatása, nem tudom pontosan. Ugye a rendező az Gareth Edwards, nem tudom, hogy milyen más filmet rendezett ezen kívül, nem ismerős a neve, a főszerepben pedig Ellen Taylor Johnson. Nem tudom, tudod, hogy melyik filmben szerepelt? Nem. A Kikeszben. Én azt hiszem, hogy a Kikesz 1-2-ben, csak itt már kicsit ugye meg van emberesedve, úgyhogy a főszereplővel nem volt semmi bajom, de szerintem a többi szereplő nagyon gyenge volt, mint ahogy a film is. Húha, hát ez nem sok lelkesedés adott, hogy megnézzem. És neked, Spiller, volt előítéleted, amikor az előzeteseket néztük? Én nem mondom neked őszintén, az előzetes alapján nagyon tetszett a film. Hát ugye állítólag Godzilla nagyobb, hatalmasabb volt. Tényleg? Vagy... Mármint a régebbiben? Nem, az új filmben. Ebben tényleg valóban a méretileg sokkal nagyobb volt. Tehát nagyobb volt a réginél. Igen. És mégse jó. Hát... És mégse volt a film, az jó. A sztori igazából az elején elég jól indul, aztán elég zavarossá válik nekem. Még a film első negyed órájával nem is lenne gondom, de utána már nagyon unalmas, zavaros lesz az egész. Zagyvalit. És abszolút utána átmegy. Olyan vonalat felvesz, ami egy kicsit se izgalmas, és számomra túl kiszámítható is. Hát, akkor nem nézem meg, megnézzem. Hát... Egyszer néz meg, hogyha nagyon unatkozol, és azért is bosszankodom ezen, hiszen a Godzilla ugye ez egy japán szó, ami óriás szörnyet jelent magyarul, és a film címe is ugye ez, hogy Godzilla, és mégis ebből a 120-130 perces játékidőből 12-15 percet láthatjuk a Godzillát. Mert ugye más ilyen radioaktív sugárzás miatt megnagyobbodott eredmény is van a filmben rajta kívül. És szerintem ez a történet egy kicsit unalmas, és sablonos is, szóval én hatalmasat csalódtam a filmbe. És ugye sokaknak is azért nem tetszett, mert mindenki a 98-as verzióhoz próbálta hasonlítani, illetve azt hitte, hogy annak valamilyen ribotja vagy folytatása, ugye, amit már említettünk is. De sajnos nem, pedig szerintem jobban jártunk volna, nem? Mert azért végig is az is úgy lett végül, hogy maradt egy tojás. És igen, én nagyon vártam volna, hogy annak legyen. Szerintem nagyon jó. Szerintem abban több fantázia lett volna, ha azt folytatták volna ennyi idővel később. Hiszen már annak idején is azt hitték, hogy lesz második rész, és már eltelt már 10-akárhány év, és semmi. Szóval most megérdemelt volna szerintem az egy folytatás, mert az a legjobb Godzilla film szerintem. Igen, akkor mondjuk, hogy magyarul ez nem egy reboot, nem egy folytatás, ez egy teljesen új Godzilla. Ez egy teljesen új Godzilla. Úgyhogy... Akkor szerintem belestek ebbe a robotzsarú... Annak a hibájába, hisz abból is a régiek nagyon jók voltak, és az új 2014-es robotzsarútól többet vártam volna, és a Godzilla-ra is ugyanez volt, amilyen az előzetes is volt. Hát én nagy hatalmasat csalódtam a filmbe. És a vége pedig egyenesen szánalmas volt nekem. Én azt hittem, hogy itt is megölik ezt a szörnyet, vagy meghal. Holott kiderül a film végén, valahogy nekem így jött le, hogy igazából nem is ő volt az igazi ellenség a filmben, hanem ő harcolt valami más, óriás valami állat ellen, és hogy igazából nem is a Godzilla volt az ellenség, hanem az a másik. Ó, te jó, egyre zavarosabb. Azért mondom, hogy nem is figyeltem, megmondom őszintén, mikor néztem ezt a filmet, nem is figyeltem a végét. Lehet, hogy hülyeséget mondok, de valami ilyesmi volt, hogy hősként elmegy ez a Godzilla a végén, hősként el is engedik, aztán ott elmegy a tengerbe. Atya úristen. Ugye azért mondom, hogy annyira zavarossá már átmegy az egész, és kiderül, hogy nem is a Godzilla az igazi ellenség a filmben. Valami ilyesmi volt a vége. Hát az a kis látvány, ami volt a filmben, igazából nem volt rossz, csak nagyon-nagyon kevés volt benne. Tehát a Godzilla az jól ki volt dolgozva, csak kevés vele való jelenet volt a filmben. Úgyhogy én szerintem, ha már mindenképpen ezt a vonalat is vették fel ebbe a filmbe, szerintem sokkal jobban is sikerülhetett volna ez. Ha legalább fél órát benne van ez a Godzilla, a film második fele mondjuk róla szólt volna, csak ő lett volna a főszereplője ennek a filmnek, akkor is azt mondom, hogy jobb lehetett volna ez.
mert sokkal több mindent kihozhattak volna ebből a filmből. Hát... Nem igen. Tudom, hát annyira gondolom nem akarsz előítéletekkel beszélni, mert tényleg nem nézted meg a nem, filmet. De nem csináltam hozzá nagy kedvet, mondjuk. Tehát persze nem akarom senki kedvét elvenni sem, de nem is fogom isteníteni sem, amikor messze nem volt olyan jó. És a 98-as filmet abszolút többször meg tudnám nézni, még most is ennyi év után is, mert még most is sokkal jobbnak tartom. És akkor Jason, akkor mondjuk, hogy fáj a szíved, akkor 10-es skálán mennyit adnál? Hát, 4,5-et adok ennek a filmnek sajnos. Ezt most le kell húznom, mert ez nekem akkora csalódás volt. De hát ugye természetesen nézzétek meg ti is ezt a filmet, aztán várjuk a kommenteket, hogy mit szóltok hozzá, mi volt a véleményetek a filmről, de nekem nagy csalódás volt. Úgyhogy szerintem más nem szeretnénk elmondani. Hát, én se. Úgyhogy én maradok a 98-as verziónál. Én ebbe a kategóriába ott teszem le a voksomat, és nekem még mindig az a Godzilla, az a film. És igen, Facebook oldalunk is megjelent, csak így mondom így a végére. Ugye előző videóinkban ígértük nektek, úgyhogy tessék minket megnézni Royal Movies néven a Facebookon is. Hát köszönjük szépen a figyelmet, hamarosan jövünk, addig is sziasztok! Hello!